Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Tetvek az óvodákban. A törvény szerint nem lehet kitiltani a gyereket a közösségből. Szénmonoxid a fűtési szezon közelettével megnő a mérgezések veszélye. Elítélték a brutális támadót, másodfokon is bűnösnek mondták ki a kegyetlen nevelőapát. Szüreti felvonulás, kétyen is mulattak a hétvégén. A Tolnafej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy náthával ki lehet tiltani a közösségből egy gyermeket, az egészségét igazoló orvosi igazolással térhet csak oda-vissza, ha azonban egy diák tetves, akkor továbbra is járhat óvodába, iskolába. Ezt elégelte meg néhány szexárdi szülő, miután megtudták, hogy gyerekeik óvodai csoportjába tetves kisgyerek jár. A gyermekorvos nem érti, miért nem tartozik a tetvesség az ANTS által meghatározott fertőző betegségek közé, mint ahogy azokat a szülőket sem érti meg, akik nem tartják otthon gyermeküket, miközben tudják, hogy elterjeszthetik az élősködőket az adott intézményben. Tele van az internet tetveket bemutató kisfilmekkel. Ha ilyen apró rovarra vagy annak lárváira bukkan a szülő a gyerek fejét átvizsgálva, akkor bizony szembe kell néznie a ténnyel, tetves a gyerek. Ezt a betegséget közösségben könnyedén össze lehet szedni, miközben a gyermekek együtt játszanak, használják egymás fésűjét, felpróbálják egymás sapkáját. A fejtetű időközönként felbukkan az oktatási intézményekben, annál is inkább, mivel a gyerek továbbra is járhat közösségbe, nem lehet onnan kitiltani a fejtetve miatt. Tehát ez a dolog nem szerepel a fertőző betegség között, azaz, uram, bocsá, egyébként akár kitiltható lenne, de egy ANTS állásfoglalás alapján azok a gyerekek, akiknek tetvük van, hajtetőjük van, azok nem tiltható ki a gyermekközösségből. Hanem az első észlelőnek legyen ez szülő, legyen ez védőnő vagy orvos, el kell kezdeni kezelni, és miután a mai rendelkezésre álló kezelések igen hatékonyak, ezért két nap alatt a gyereket tünetmentessé lehet tenni. A gyerekorvos szerint az a legnagyobb baj, hogy a szülő kezébe adják a döntést, viszi-e így a gyerekét közösségbe, avagy sem. Noha, azt a gyermekorvosnak kellene eldöntenie véleménye szerint, csak úgy, mint a többi fertőző betegségek esetében. Így könnyedén elterjedhet a tetű a csoportban. Ezt elégelte meg néhány szexárdi szülő, miután megtudták, hogy gyermekük óvodai csoportjában megjelentek a vérszívók, és az érintett gyermek továbbra is jár óvodába, mivel az intézmény vezetője senkit nem tilthat ki ez miatt a közösségből. Néhány gyermek édesanyja jelezte felém, hogy az ő óvodájukban, illetve az ő csoportjukban fejtetű van, és ők szeretnék ez ideig, amíg az ott biztosan meg nem szűnik ez a betegség, szeretnék addig otthon tartani a gyermeküket. Fölvettem a kapcsolatot az óvoda igazgatónőjével, aki ezt a dolgot megerősítette. Azt is, hogy a védőnő, illetve az óvoda orvosa is elkezdték a gyerekeknek a betegségének a szanálását. Az érintett szexárdi óvodába minden évben felüti a fejét a betegség, és 4-5 gyerekről derül ki, hogy fertőzött. A gyerekorvos kiemelte, bárki megfertőződhet, piszkos és tiszta hajban egyaránt előfordulhat az élősködő. Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni felelőtlenség. Az ANTS néhány évvel ezelőtti adata szerint az óvodások 1,3%-a, az iskolások 1,7%-a fertőződik meg a betegséggel. Ez a szám évek óta nem csökken. Gyakorlat miatt lezárják az M6-os autópálya alagútjait szerdán Bátaszék és Mohács között. A gyakorlatot az autópálya üzemeltetője és a katasztrófavédelem szakemberei együtt hajtják végre. Azt tesztelik, hogy ha baleset miatt tűz üt neki, milyen gyorsan tudnák kimenteni az érintetteket. A pályaszakaszt szerda este 7 és csütörtök éjjel 1 óra között nem használhatják az autósok. A forgalmat ez idő alatt az 56-os és az 57-es utakra terelik.
Megváltozott nyitvatartási renddel várják az ügyfeleket az adóhatóság munkatársai a közeledő hosszú hétvége miatt. Szekszárdon pénteken reggel 8 és délután 6 óra között, szombaton 8:30 és este 7:30 között lehet segítséget kérni a hivatalos ügyek intézésében. Tolnán pénteken 8 és délután 3:30, szombaton pedig reggel 9 és délután 3 óra között lesznek nyitva az ügyfélszolgálati irodák. Vasárnap és hétfőn minden NAV kirendeltség zárva tart. A fűtési szezon közelettével megnő a szénmonoxid mérgezések veszélye. Tolna megyében minden évben történnek ilyen balesetek, a legtöbbször a berendezések éves felülvizsgálatának a hiánya okoz gondot, pedig a szakember szerint az ellenőrzés életeket menthet ugyanúgy, mint egy szénmonoxid érzékelő is. Négyen, egy család tagjai haltak meg ebben a paksi házban szénmonoxid mérgezés miatt. A tragédia 2010-ben történt, azóta Tolna megyében a mérgezőgáz nem követelt halálos áldozatokat. Mérgezések viszont minden évben voltak. Ezt a gázkonvektort már ellenőrizték, biztonságosan használható a fűtési szezonban. Üres volt ennek a szekszárdi óvodának az udvara, és az épületben sem volt senki tavaly novemberben, pedig egy átlagos hétköznapon készültek a képek. Az intézményt ki kellett üríteni, mert meghibásodott a gázüzemi fűtőberendezés. Pillanatok alatt telt meg a levegő a gyilkos gázzal, viszont senki nem sérült meg, mert az óvónők időben kikísérték mind a 29 gyereket az épületből. A szakember szerint a hasonló esetek elkerülése miatt érdemes a gáz és a vegyes tüzelésű berendezéseket is évente ellenőriztetni. Fontos tudni azt, hogy társasházba a kéményseprő előzetes értesítést követően megy ki. Családi házakba viszont nem megy automatikusan, hanem abban az időpontban, amikor a tulajdonosnak ez megfelelő, és időpontot egyeztetni lehet online, illetve telefonos úton, vagy akár személyesen is itt a Mikes utcai ellátási csoportnál. Nem csak a fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatának elmulasztása okozhat közvetlen életveszélyt, a nem megfelelő kivitelezés például a szellőzés hiánya miatt is minden évben történnek szénmonoxid mérgezések. Biztonságunkat egy jó minőségű szénmonoxid érzékelő is szavatolhatja. Mind a jó minőségű, mind a nem megfelelő minőségű szénmonoxid érzékelők listája megtalálható egyébként a katasztrófavédelem honlapján. A szénmonoxid mérőket pedig fontos néhány évente lecserélni, mert a bennük levő vegyi anyag csak előre meghatározott ideig garantálja a biztonságos működést. Internetes tűzifa hirdetéseket figyel a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erdészeti felügyelői folyamatosan ellenőrzik az online tűzifa hirdetéseket. Elsősorban arra kíváncsiak, hogy a hirdető rendelkezik a jogszabályban előírt technikai azonosító számmal. Az azonosító megléte garantálja ugyanis a tűzifa vásárló számára, hogy az eladó a Nébih hatósági nyilvántartásában szerepel, vagyis nagy valószínűséggel jogkövető kereskedő. A hatóság egy hét alatt 34 helytelenül feladott hirdetést távolítatott el az egyik népszerű webes hirdetési felületről. Láncot tekert a nyakára, és baltával vágta fejbe saját nevelt lányát egy zombai férfi. Az erőszakos nevelő apa azért követte el a szörnyűséget, mert a lány nem akart vele lefeküdni. A férfit most ítélték el jogerősen, szigorúbb büntetést kiróva, mint amilyen az első fokon meghozott bírói döntés volt. Halomban állt az összevágott tűzifa a zombai ház udvarán, behordani viszont már nem volt ideje a családfőnek. A képek készültekor már egy zárkában volt, mert közösülni akart a nála 30 évvel fiatalabb nevelt lányával. A nő ezt visszautasította, a nevelőapa ezért láncot kötött a nő nyakába és baltával fejbevágta. A bántalmazás utáni rendőr intézkedést több utcabeli is végignézte. Három rendőr autóját, meg egy mentő, nő a mentőbe ült, férfit meg betették a rendőrautóba, én már sem tudok. A brutális nevelőapát azonnal előzetes letartóztatásba helyezte 30 napra a bíróság. A bíró szerint erre azért volt szükség, mert korábban már követett el más bűncselekményt is, és szabadlában hagyva befolyásolhatta volna a tanukat. Később ítéletet is hoztak, ami ellen a vádlott és az ügyész is fellebbeztek. Ezért került az ügy a szekszárdi törvényszék elé, ahol most született jogerős döntés. A szekszárdi törvényszék a Bonyhádi járásbíróság ítéletét megváltoztatta, abban a kis részében, hogy a szexuális
erőszak büntettét folytatólagosnak minősítette, mivel ugyanazon sértett sérelmére történt a cselekmény rövid időközönként, és többször próbálta meg a vádlott a sértettet szexuális cselekményre rábírni. Egyebekben a törvényszék az elsőfokú ítéletet mind a büntetés, mind a minősítés tekintetében helyben hagyta. Vagyis a brutális nevelőapának 4 évre és 5 hónapra kell börtönbe vonulnia. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,6%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, augusztushoz viszonyítva pedig 3,1%-kal nőttek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Utoljára 2013-ban volt ennél nagyobb az éves infláció. Az elmúlt egy évben a jármű üzemanyagok és a dohányáruk ára emelkedett jelentős mértékben. Az üzemanyagok 15, a dohányáruk 7%-kal kerültek többe, mint tavaly augusztusban. Az élelmiszerek ára átlagosan 4,6%-kal nőtt tavaly szeptemberhez képest, mivel azonban súlyuk számottevő 25,4%-kal a lakossági fogyasztásban, így ez jelentősen közrejátszott az infláció emelkedésében. Bár a szakma évtizedek óta hangoztatja, máig nincs hatékony nemzet stratégia az öngyilkosságok számának csökkentésére. Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában, Magyarországnál csupán Litvániának rosszabbak az öngyilkossági mutatói. A mentál higiénés programok azonban hathatós segítséget nyújthatnak. Szekszárdon az ország egyik legaktívabb mentál higiénés műhelyeként említette az országos elnök a 30 éve működő szekszárdi szervezetet. 30 évvel ezelőtt rendezték meg először Szekszárdon a pszichológiai kultúra hetét, idén az egyhetes rendezvény sorozat összekapcsolódik a mentálhigiénés műhely 30 éves születésnapjával. A programok hétfőn egy kiállítás megnyitóval vették kezdetüket. 30 évvel ezelőtt az éppen csak megalakult műhely ezzel a rendezvénnyel nyitott először az emberek felé, mondta Pócs Margit elnök. Az alapküldetésünknek és a célkitűzésünknek megfelelően nyilván vannak alappillérek, vannak alapértékek, amelyeket folyamatosan őrzünk és fejlesztünk, de ez azt is jelenti a másik oldalt, hogy miután a lakosság, az embertársaink kiszolgálása, a lelki és a szellemi, mentális egészségének a megőrzése, megtartása, ápolása az egyik célunk a közösségi lélekvédelem mellett. Ezért ez azt is jelenti, hogy a folyamatosan érkező igényekre, az állandóan változó környezetünkre reagálva mindig újabb és újabb szolgálatokkal nyitunk a lakosság felé. A programsorozatot az idén 30 éves műhely szervezi a megyei kórház pszichiátriai osztályával. Idén a mentálhigiénés világnapon az Egészségügyi Világszervezet a fiatalok mentális problémáira és azok korai kezelésére hívja fel a figyelmet. Elgondolkodtató az a tény, hogy a 15-29 évesek haláloki statisztikájában a második helyen van a szuicidium, azaz az öngyilkosság. Ennek a hátterében pedig leggyakrabban egy mentális betegség, a depresszió húzódik meg. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a mentálhigiénére nevelést. Pénteken adja át a mentálhigiénés műhely a jelképes önkéntes stafétát a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének, a Polip Ifjúsági Egyesületnek és a Tolna Megyei Ilko Egyesületnek, melyek szintén önkéntes alapon működnek. November közepén kapják meg az érintettek a nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege 18 000 forint, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Mint írták, a nyugdíjprémiumot a bankszámlával rendelkező ügyfelek november 12-én kapják meg, a postai kifizetések pedig november 15-én kezdődnek, a posta által előre meghatározott napokon. Minden nyugdíjas, akinek a nyugdíja eléri a 80 000 forintot, a maximális 18 000 forintra számíthat, így a legnagyobb összeget kapják a 130 000 forintos átlag nyugdíjjal rendelkezők is. A 80 000 forint alatti nyugdíjak esetében a nyugdíjprémium összege arányosan csökken, az 50 000 forintos nyugdíjban részesülők 11 250 forintot kapnak.
Ahogy minden évben, úgy idén is az óvoda udvaráról indult a szüreti menet kétjen, a táncosok a falu több pontján is megálltak, hogy műsort adjanak. Ismét szüreti mulatságot tartunk, mint már sok éve zsinórban egymás után, és hát lázasan készülődünk, úgy látom már mindenki itt van, szerintem csak a hintókat várjuk, és akkor utána lassan kezdődik a felvonulás. Haditorna versenyen mérhették össze tudásukat azok a képző intézmények, melyek alapvetően a honvédelem és rendvédelem utánpótlásáról gondoskodnak. A Tolna megyeiek hagyományosan jól szerepelnek ezeken a viadalokon, a tavalyi kiíráson az országos második helyezést érték el a szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola rendvédelmi diákjai. A légpuska lövészet csak az egyik állomása volt a haditorna versenynek. Emellett többek között futni kellett gépkarabéllyal, első segélyt kellett tudni adni, és el kellett igazodni egy térmatrixban. Ez már a negyedik alkalom volt, hogy azokat a intézetek, ahol katonai vagy rendészeti oktatás folyik, összemérték erejüket. A megyei döntőn idén 11 csapat képviseltette magát. Egyre nagyobb szerepet kap országosan is a honvédelem ügye, ezért örülünk neki, hogy a diákok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és minden évben több és több iskola jelentkezik. Kósa Edmund és csapata a Csapó Rendvédelmi Iskola tanulója. Tavaly kis hián az országos verseny győztesei voltak. Azt mondja, minden feladat egy jó gyakorlat az iskolai képzéshez. Nekünk a tesi órák szinte majdnem minden nap így zajlanak. És hát ugye versenyek előtt mindig jó felkészülten jövünk, és hát ugye nem hiába visszük el minden évben az első három helyezettet. Az országos döntőben minden megyéből a legeredményesebb csapat juthatott be. Tolna megyét idén ismét a csapósok képviselik. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Kivételes bútorok készülnek a megmérettetésre, mestervizsgáztak a pécsi asztalosok. Megelőzés, stafétával hívták fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Szakértői válaszok jogi kérdésekre, a Lexi névre hallgató rendszert tesztelik Pécsen. Különleges mester remekeket készítettek a bútorasztalosok hétvégén, gyakorlati vizsgát tettek a helyi iparkamara szervezésében a jelöltek. Az előírás szerint csak mesteroklevéllel lehet tanulókat oktatni a gyakorlatban, ezért, valamint a szakmai elismertség miatt vállalták most össze 8-an, hogy megszerzik az oklevelet. Fésülködő asztal tükörrel. Ezt a mesterremeket készítette Szentgyörgyvári Gábor bútorasztalos. Ez pedig a műszaki dokumentáció, amit szintén le kellett adni a mestervizsga teljesítéséhez. Én 25 éve vizsgáztam itt pont idén, van 25 éve, hogy asztalos vagyok, és hát tanulót szeretnénk tartani nyilván. Egyet biztos, a fiacskámat gondoltam, tehát ő engem így hajt ez a dolog, hogy ha nem is kezd vele semmit később, mert nyilván nem kényszerítjük, de hogyha a lehetősége meglegyen, mert a szakmák ugye azért most egyre keresettebbek lesznek, de nagyon kevesen vagyunk, én azt veszem észre. Ezért feladatának érzi, hogy oktassa a szakmát, mondja a mesterjelölt. A szabályozás szerint csak mesteroklevéllel lehet gyakorlati oktatást végezni. Ezért és a szakmai presztízs miatt jelentkeztek erre a tanfolyamra a bútorasztalosok. A többség az hát a középkorosztály képviseli, szakmai háttér, a tapasztalat az megvan. Egy fiatalabb vizsgázó van, aki én úgy tudom, hogy jelen pillanat még talán az év elején érkezett vissza külföldről, de kint is szakmában dolgozott. Ő megméretteti magát, hogy azért a kevesebb évek alapján is méltó-e erre a mesteri címre. Összesen 8-an végezték el a mestervizsga tanfolyamot most ősszel a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Hétvégén voltak a gyakorlati vizsgák, a mesterremekek mellett a helyszínen is készíteniük kellett bútorelemeket. A vizsga ezen a héten az elméleti feladatokkal zárul. 8. alkalommal rendezett sétát a Merrák ellen a Magyar Rákellenes Liga siófoki alapszervezete. A figyelem felhívó eseményen rózsaszín sállal és lufikkal sétáltak körbe a belváros több mint 50 nő, hangsúlyozva a korai felismerés és a szűrések fontosságát.
Összefogás az egészségünkért a merrák ellen. Ezzel a táblával, rózsaszín lufikkal és sállal vonultak végig Siófok főterén és belvárosában a siófoki alapszervezet tagjai és szimpatizánsai. Változatlanul nagyon, úgy látjuk, nagyon sok a Siófokon is a rákos betegek száma, és azt szeretnénk, hogyha minél többen értesülnének arról, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a megelőzésre szeretnénk a figyelmet felhívni. Minden évben, a mellrák hónapjában, októberben, és ezért szüntelenül és kitartóan sétálunk. Az elmúlt években valamelyest javult a helyzet a városban. Míg 6 éve egy busznyi nőt sikerült elvinni szűrésre, tavaly előtt már meg 6-szorozódott a számuk. 3 éve pedig nem tudnak új betegről. Túros Istvánné Rozika 20 évvel ezelőtt fedezte fel magán az első csomót. 2 hét leforgás alatt túl lettem. Ezen mellemet nem vették le, hanem kivették a csomót. És akkor én nekem se kemó nem kellett, se sugár először. És akkor utána kijött nekem a nyirokcsomóba, kijött a fejtetőmre, kijött a vastagbelembe. Most 20 év alatt legalább 8 rossz indulatú daganatom volt, de nem érzem magam betegnek, soha nem is éreztem magam betegnek. És ezért fontos, hogy figyeljük magunkat. Tehát, hogyha már nem olyan a közérzeted, ha te bánatos vagy, hogy szomorú vagy, nincs kedved semmihez, vagy valami kis puklit érzel magad, vagy dudort, akkor igenis orvoshoz kell menni, és megmondani, hogy ez nekem nem stimmel. Mint mondja, a nők többsége még most is tabuként tekint a témára. Nem beszélnek róla, nem fordulnak időben orvoshoz. Az ilyen rendezvények fő célja pedig továbbra is az, hogy felhívják a nők figyelmét a megelőzés fontosságára. Robotok adnak választ jogi kérdésekre. A PTE jogi karán hallgatók tesztelik azt a rendszert, mely a Lexi névre hallgat. Ez a mesterséges intelligencia, bár még fejlesztés alatt áll, már most is képes szakértői válaszokat adni bármilyen jogi problémával kapcsolatban. A pécsi egyetemisták alkalmazásokat készítenek ezzel a technológiával, melyekkel részt vesznek egy nemzetközi versenyben is. Lexi névre keresztelt mesterséges intelligencia segítheti a jövőben a jogi pályára készülőket. A technológiát az iLex Systems és az IBM Cloud fejlesztette ki. A chatrobotot most pécsi jogi és közgazdász hallgatók tesztelhetik tanórák keretében. Veronika szerint ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni. Az egyetemünk új kurzust indította az iLex-el közösen, az iLex-el karöltve a jogi chatbottal összefüggésben, és a versenyt a kurzus kereteiben hirdették meg, és úgy gondolom, hogy mivel egy jelentős technológiai újításról van szó, ezért mindenképpen szerettem volna jelentkezni a versenyre. A hallgatók nemzetközi versenybe szálltak, a programot ugyanis több országban is tesztelik. Fábián Adrián elmondta, az alkalmazással valós idejű beszélgetést lehet folytatni jogi szakkérdésekről vagy problémákról is. A jogi kardékánya hozzátette, ez a módszer nem csak megkönnyíti a majdani ügyfelek dolgát, hanem szakértő segítséget is kaphatnak. Egészen más az, amikor nem általános kereséseket alkalmaz, hanem célzottan, és a rendszer csak a jogi problémára koncentrál, és ezt adott esetben el is mondja. És amiről én most beszélek, ez nem a távolévő, ez most már fejlesztés, fejlődés alatt és kipróbálás alatt is van. A hallgatók egyébként önkéntes alapon jelentkezhettek a versenyre, ehhez pedig minden segítséget megad az egyetem, tette hozzá a karvezetője. A Nemzeti Kulturális Alap 25 éves születésnapja alkalmából 25 fesztivál mutatkozott be az ország 20 településén. Pécsett október 7-én Fesztiválok Fesztiválja címmel szervez családi rendezvényt. Az Országos Megmozdulás Központi rendezvénye a Zsolnai negyedben zajló egésznapos, ingyenes, közel 40 programból álló esemény volt. A Piro Gránit udvarban kreatív és kézműves foglalkozások, fényfestés, játszóház, koncertek, élő homok, animáció és táncház várta a kikapcsolódni vágyokat a családok éve keretén belül. A programok mellett különleges meglepetéssel készültek a szervezők 100 Baranya megyei gyermeknek. Van egy vállalásunk, amit tulajdonképpen azért tettünk, mert ez a koncepciónk és ez a hitvallásunk is, hogy megpróbáljuk mindenkihez eljutatni a fesztiváljunkat és a kultúrát. Ezen keresztül 110 árva gyermeket hívtunk meg erre a fesztiválra, akiknek ugye nem csak az utaztatását fizetjük ki, hogy itt lehessenek, minden programon részt vehetnek, és természetesen egy nagyon finom és kiadós ebéddel is várjuk őket édességgel, ajándékokkal. Én azt gondolom, hogy ez jelzi azt a mentalitást, hogy mi szeretnénk a kultúrát és a fesztiválokat közvetíteni.
Végül a legfontosabbakról újra röviden. Tetvek az óvodákban. A törvény szerint nem lehet kitiltani a gyereket a közösségből. Szénmonoxid, a fűtési szezon közeledtével megnő a mérgezések veszélye. Elítélték a brutális támadót, másodfokon is bűnösnek mondták ki a kegyetlen nevelőapát. Szüreti felvonulás, kétyen is mulattak a hétvégén. Tolna megyében szerdán is folytatódik a jó idő, tartós napsütéssel, sem csapadékra, sem jelentősebb szélre nem kell készülnünk, késő nyáriasan alakul a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban nem történik lényeges változás az időjárásban, csillagfényes, az ilyenkor megszokotthoz képest nem túl hűvös időben lesz részünk, azonban párásság és átmeneti kötfoltok bárhol lehetnek. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére, viszontlátásra!